Hello mindenkinek, Rafanir vagyok, ez pedig itt ismét a Yandere Simulator, és mai epizódban a sötét mágia legmélyebb bugyraiban fogunk elmerülni. Hú, már is remeg az agyam. Szóval itt van az Occult Club. A klub, ami mindenféle démoni mágiával foglalkozik. És komolyan egy iskolában hogy engedélyezhetnek egy ilyen klubot? Na jó, mindegy. Az animékből tudhatjuk, hogy az iskolákban, a japán iskolákban milliónyi féle klub van. Ez a legkevesebb. Occult Club. Mindenki ide jár. Occult Club. Okkultozni. Meg Ritual Knife. Ez majd hasznos lesz. Oké. Akkor most kipróbálunk valamit. Bezár. Na, a klub elnök az ilyenkor nem jön ide, de mindegy. Bezár. Ritual Knife. Te is meg vagy? Te is meg vagy? Elég nehezen vették észre, hogy itt leszúrtam őket. Hűha, kicsit Yandere módba váltottunk. Most komolyan leszúrtam ott kettőt, azok meg ott nyugodtan olvastak tovább, figyeltétek? Úgy látszik, ez így errefelé így a Occult Clubban ilyen mindennapos dolognak számít, hogy valakit leszúrnak. Az is lehet. Én fogalmam sincs az Occult Clubban, hogy mennek a dolgok. Ez egy ilyen laza hétfő délután. Iha, Yandere csak kicsit bekattant, látszik rajta. Tudsz nevetni? Ezt elég lesz letakarítani a mobilt. Ez a sötét tekintet. Figyeljétek, a zene is megváltozott egy kicsit. Ilyenkor, ha Yandere módba kerül. Akkor ezt most elvileg visszarakjuk a helyére. Átkerültünk a varba. Hűha! Az igen! Holy shit! Micsoda szukubusz! Szeva szukubicsan! Na jó. Én ennek a démonnak akarok a szolgája lenni. Mit kell csinálnom? Mr. Szukubusz? Kérem, jurizdom meg engem! Aztán van itt valami... creepy. Valami... Figyeljétek így... Fényképező pillanatra így tönkrement. Most rossz volt a kép, ahogy rávittem. Látok a démoni kisugárzása. Mindjárt milyen fejed van. Hogy néz ez ki? Ez valami tipikus ilyen... creepy japán... szellem vagy démon. De ez meg valami... szerelemlovas. Látok, ez valami más dimenzió. És itt van ez a három démon. Na. Már most remeg az agyam, srácok. Akkor... Nézzük, mit mond ez a sexy succubus. Ara, ara. Ara, ara. You're a cute little thing. Te aranyos apróság. Do you want to play with me? Játszani akarsz velem? Így van, és én leszek a play of the game. You want to become one of us. I'm afraid it's too soon for you, young one. Ilyen tipikus succubus hangja van. Tehát ilyen ara-arázó, fufufuzó, jó csaj hangja van. Good things come to those who wait. Just be patient. I'll look forward to the day when we can play together. Na, akkor az lesz, hogy átjön velem együtt, és elkapjuk a szempájt. És megosztozunk rajta. Nem semmi csaj. Na, nézzük eztet. Ezt a creepy démont. Komun? Was innocent. Ja. No crime. Found
guilty, given punishment. Ez valami elkínzott lélek. Arms moved, body contorted. Need justice, need revenge. Descendants must feel what I felt. Okay. Hogy néz már ki? Milyen hosszú nyaka van, nagy szája és kis keze. Most akkor milyen rossz lehet így az utcán menni? Gondoljatok bele, ilyen nyitott szája. Mi van, ha mondjuk egy galamb így belerepül a szájába? Vagy egy darázsraj. Ekkora szája, nem csodálnám. Akkor nézzük a szerelemlovast. A mortal. Egy halandó. Here. Itt. Milyen különös. Do you wish to borrow my power? My power. You are not worthy. Király hangja van, tetszik. Return when you have proven that you can wield my power. Igaz, ilyen menő démoni hangja van. Nem ilyen torz, mint annak a nagyszájúnak. Hé, úrnőm, tegyen a tanítványává! Kapjuk el együtt a szempájt! De nagyon jó hangulata van ennek a terepnek. Kicsit ilyen borzongató, de hangulatos nagyon. És ez a három démon is teljesen egyedi. Tehát ilyen... jól ki vannak találva. Nagyon van, visszatettek mezeire. Kilépünk a varból. Na és megint itt vagyunk a Vidám Okkult Klubban. Akkor, ha most minden igaz... ezt a játékszert már korábban idehoztam. Igen. Oké, ezt bezárjuk. És hozzálátunk a munkához. Gyenge idegzetűek, most fejezzék be a videónézését. Na jó van, baby. Akkor... nézzük, milyen jó hentes vagyok. Na ez már igazi yandere. Igazi yandere, csan. Oké. Most jöhet ez. Valami ilyesmit kell csinálni, hogy... sikerüljön ez a démon idézés. Jó a tekintete Yandere Chan-nak. Látszik, hogy ilyen érzelemmentes, őrült tekintete van. Piszkos egy meló, srácok. Nagyon piszkos meló. Még a színe is elment, az igen. Bugol a játék rendesen. Csak benne jöjjön valaki. Ha egy tanár bejönne azt, ezt elég nehéz lenne kimagyarázni szerintem. Valami ilyesmit mondanék, ha egy tanár bejönne, hogy ezek véletlenül elestek és brutálisan szétdarabolódtak maguktól. Tetszik, hogy a zene is eltorzul, ha yandere módba váltunk. Oké. Akkor fogunk egy kezet. És berakjuk ide. Hordjuk ide a kezeket, annyi a teendő. Sikerült! Revenge! Revenge! At last! At last! Hűha! Azt hiszem, ez az idézés nagyon jól sikerült. Hihetetlen! Srácok, hihetetlen! Sikerült! Démon idézés, mesterfokon. Elismert OK és démon idézés specialisták lettünk. Wow, és így lebeg. Jó ez a beállás. Most váltam igazi yanderékké.
Ezt tudjátok, kire emlékeztet engem? Remeg az agyam tőle. Ez Betelgeuse Romane Conti-chan. Betelgeuse-i. Betelgeuse koma. Ha. Hogy pörgök, mint egy körhinta. Ha. Na ebből mi lesz, srácok? Ha egy tanár meglát engem, biztosan fekete pontot ad nekem ezért. Hé, hey, creepy csaj. Mi újság? Greetings. Goodbye. Goodbye neked is. Na oké, okay, repüljünk. Új! Micsit a démoni kreatúra lett belőlünk. Senpai, mi újság? Jaj, hoppá, hoppá. Látjátok, senpai le se tolja az egészet. Gyanús vagyok neki, inkább nem mutatkozok így előtte. Lehet, hogy ez a sok kéz így nem jön be neki. Pedig senpai. Ilyen sok kézzel, olyan sok huncottságot tudnánk művelni. Elnézést, nővér. Fel tudna valamit írni? Nem érzem túl jól magam, ilyen kezek nőttek ki belőle minden irányból. Tud valamilyen gyógymódot erre? Elnézést, ahó. Hát a tanár tudna segíteni. Hoppa, hoppa, hoppa. Az igen. Elnézést, véletlen volt, ezt nem így akartam. Tanárnő, elnézést. Iskolás lány torzójuk lesz egyből. Hoppa. Tanárnő, kérem, ha-ho. Hát van egy olyan érzésem, hogy holnap elmarad a tanítás. El fog maradni. Na jó, ez morbid. Tök creepy így a terület. Ez egy ilyen horror játékból is elmehetne simán. Félek az a domb a fával. Ó, na ezek mit tudnak tenni a nagy kezekkel szemben? I'm not in the mood for this. Na? Ezek megint immunisak. Back off! Ó, az igen. Get away! Én egy óriás hatalmú démon megszállt engem, és még így is elbírnak lökni. Don't make too close. Nem hiszem el. Quit it! Get away! Ezt nem hiszem el. Ezek tényleg elpusztíthatatlanok. Hát ez a bugok ne továbbja. Diáklány lett belőle és a lábban maradt. Na jó, már nem. Na jó, ennyi iskola elég volt mára. Menjünk haza. Igen, szakász a szöveg. A rendőrség megérkezett. Igen, mindjárt. Igen, találtak holtesteket. Ajaj. Letartóztatták Yandere-chant. És komolyan, hogy bírták elkapni, ha ilyen nagy démoni ereje lett? Na jó van, srácok, ez volt már a Yandere szimulátor. Ezúttal elmerültünk a sötét mágia, a démonok és a démon idézés rejtelmeibe. Még bepróbálkoztunk az Okkult Klubnál. Majd legközelebb azért kipróbálva, milyen az, amikor csak simán belépünk az Okkult Klubba és klubtevékenységre járunk. De most elég volt egyszerre a démon idézés. Remélem élveztétek a műsort. Ha tetszett a videóm, akkor nyomjatok egy lájkot. Ha pedig még nem tettétek meg, akkor kérlek iratkozzatok fel a csatornámra. Ha pedig már fel vagytok iratkozva, akkor osszátok meg ezt a videót a barátaitokkal. Köszönöm, hogy a mai napon velem tartottatok, és persze találkozunk legközelebb.